Sziasztok! Hello! Itt van velem Teka bácsi, a mai főzés során. Hogy vagy Teka bácsi, jó vagy? Köszönöm, jó, igen. Hogy teltek az ünnepek? Jól, jól, gyorsan elteltek. Mindenütt jó, de legjobb rottyon, ugye? Ja, mindenhol jó. Mindenhol jó, de a legjobb rottyon, ezt te szoktad mondani. Rottyon. Nem, amúgy csak vicceltem, nem te szoktad. Na. Én szoktam mondani. Szóval, az első kérdésem az, igen? Hogy milyen volt a Napóleon film forgatása? Napóleon film forgatása. Élvezted? Jó volt. Mert amúgy esküszöm nektek, azért, komolyan, azért készült szinte az a videó. Egy az, hogy én ezt nagyon régóta ki akartam próbálni ezt a receptet, amit most kipróbálunk. Kettő, akkor most néztem meg a napokba a Napóleon című filmet. Esküszöm, végig én téged láttalak a Napóleonba. Nem mondod. De. A izé játszott a Joaquin Phoenix, van az a színész. Nem ismerem. Nem tudom, nem hiszem, hogy ismered. Szerintem egy az egybe, vannak olyan jelenetek, amikor ugyanúgy néz ki, mint te. Fia, csinálj meg egy olyat, hogy légy szíves, hogy fordulj el kicsit arra a kamera felé, és vágjál ilyen izé fejet így, ilyen morcosabb. Úgy. Szerintem egy az egybe, Teka bácsi. No. Úgyhogy, és ha már Napóleon, akkor hol volt Napóleon, melyik országban? Franciaországban. Arra gondoltam, hogy van egy ilyen francia recept, amit én már 1000 éve ki akarok próbálni. Az a neve, hogy a burgundi marha, vagyis a beef bourguignon. Ó, de nem tudok-e kimondani. Beef bourguignon! Egyes állítások szerint igen. Sokkal jobb, mint egy sima marha pörkölt. Igen. Nem ettem még soha büdös életben ilyet egyébként. Pedig nem egy nagy kaja, nem egy bonyolult kaja. Igazából nem is nagyon kellenek hozzá ilyen különleges francia dolgok. A bor, mert ugye ott egy borvidék, ja, és igen, akkor a francia bor, azok más ízlendek. Hát most azt én nem, igen. Ha elnézitek nekem, én nem szereztem be francia bort. Hát. Viszont nekem ugye kedvenc kajám a marhapörkölt. Marha a kedvenc kajám a marhapörkölt. Imádom, az egyik kedvencem, mert a másik a paprikás krumpli, ezt már tisztáztuk. Szóval a paprikás krumpli és a marhapörkölt. Hát, ha lesz valami, ami tényleg azt mondom, hogy megveri a marhapörköltet. Na akkor lássuk meg, ilyet mondom. Kezdjük el? Kezdjük el, így van. Sok idő lesz az amúgy, meg kell neki adni az időt. Egy 3 óra alatt egyébként meg lehet csinálni. Így van. Én is egyébként a netről néztem a receptet, szóval lehet, hogy nem jó. Hát még franciázni is fogunk. Nem mondom! Nem mi! Hogy franciául is megtanulunk. Megtanulunk, így van. Megtanulunk franciául. Na, arra gondolom, jaj, de perverz vagy. Na jó van. Fél, most azt mondom, mint a kamikáze pilóta oktató, hogy figyelj, mert csak egyszer mutatom meg. Nézzetek meg, milyen húsaim vannak. Ez egyébként oldalas, ez full bónusz, mert egyébként ez nem kell a kajába. Csak nem tudtam ott hagyni hentesni, mert olyan jó nézett ki, mondom, hú, mondom, gyerekek, én ezt nem hagyom ott, úgyhogy belerakjuk a kajába. Illetve itt van a marha, ami lehetőleg zsíros, ez egyébként azt hiszem lapocka, ez, és egy nagy darabok, szóval az a lényeg, hogy nagyba kell hagyni, Teka bácsi. Igen. Ezt kirakjuk a tálcára. Nem kell apukra összevágni. Nem, szóval ez nem ilyen pörkölt méretű. Kirakjuk ide a tálcára, így. Na. És csinálunk egy olyat, hogy lisztszórás. Fogunk lisztet, és jó alaposan beszórjuk őket. Nem kell agyon lisztezni, csak annyi, amennyi rátapad, annyira van nekünk szükségünk. Szóval nem, azért nem kell vele. Szóval nem panírozunk, meg ilyenek. Olívaolajat már most locsolják kicsit a serpenyőbe. És akkor alávágunk a serpenyőnek, hogy hadd melegedjen. Okay. Ezt jó, fel kell forrósítani. Ennyi kell bele. Egész bele. Persze, nyugodtan menjen az egész bele. Nehogy elvág magad itt, mert... Nem fogom. Mondjuk van izé, van raktapaszt, azt hiszem... Nem kell raktapaszt. És elmegyőzt. Már felfestettem az ördögös part. Lesz benne répa. Lesz benne póréhagyma. Igen. És lesz benne bor. És lesz benne gomba. A gombákkal is elő kell készülni. Igen. Az annyi lesz, hogy külön száraz serpenyőből le fogjuk pirítani. Így van. Úgyhogy ennyi lesz a gombákkal majd a feladat. Igen. Amíg itt Teka bácsi pucolja a hagymát, én megkérdezem, hogy igen. Van még otthon csiliszószod? Vagy rendeljek neki? Van még, de nem sok van már. Nem? Igen, már. Akkor tudod, hol lehet rendelni? Tudom. A feketemiklós.com-nál. Aki szeretne ilyen csiliszószt, az meg tudja. Nagyon finom, tényleg jó. Vagy most egyébként tényleg eléggé előre dolgozunk, de az nem baj, mert ez csak nekünk jó. Így van. Hú, de jó éles ez a valami, ez a lapát. És akkor ezzel így... Na én, ez amuljájka, hogy... Kicsit nagyobbra hagyom, mert nem akarom egyébként, hogy itt szénné égjen. Igen. Mert azért itt...
Nem mindegy, jó, igaz? Így sok ezt mondjuk ilyen... de jól néz ki, oda néz. Nagyon. Rajta maradtak a kockák. Na valaki hasán gyűjti a kockát, ugye? Igen. Én ide a tányérra gyűjtöm a kockát. Hasizom. Azért kicsit jó, meg van dermedve azért ez a szalonna, hallod? Igen. Hát itt azért hidegbe. Viszont már füstöl az olajunk, ez azt jelenti, már, hogy akkor már jó. Igen, új pápát választott. Azt nem mondod. Na akkor mehetnek bele, hogy húsik, csak itt szárazon. Na, most már jó. Több részletbe kell ezt lepirítani, hogy hát igen, ugye ennek az tényleg az, hogy az idő igényes kicsit. Idő. Meg az a baj, hogy nekünk így a marhahús is kicsit hideg, egyébként a hagymát sem kell túl apróra vágni. Nem kell? Nem. Nem, mert izét, ugye ez tényleg sokáig fog ez majd sülni. Igazából csak ilyen nagy kockákra. Azért nem kell ezt sűrűn kevergetni amúgy te kabál. Nem, ezt most csak egyszer kapom. Aztán hagyjad, hadd piruljon él. Az a jó nekünk, hogyha oda kap kicsit, tudod? Az a jó. Jó. Na, oda kap, az, abból lesznek ezek a jó pörzsölt ízek. Akkor kapjon oda. Kapjon, hadd kapjon oda te kabácsi, ne sajnáljon. Van mekkorára vágod a répát? Mekkorára, ilyen. Mekkorára. Hát kicsit nagyobb. Nagyobb akarsz? Úgy. Így, igen. Nagyon jó, elő készülnek itt a dolgaink. Te kabácsi. Na. Ez öröm nézni, hogy haladunk. Ha ezt keresjük, hogy kicsit megpiruljon. Amúgy, ha már francia konyha, akkor igen. Csigát tettél már amúgy? Csigát nem ettem még. Nem ettél még csigát? Hát azt mondja, hogy nem olyan rossz. Én ettem sajnos. Ettél? És milyen? Hát, többet nem fogok szerintem. Így van. Hát csak annyi kapott egy kis, látjátok, hogy kapott egy ilyen kis... Kérget, ilyen. Kapott egy kis kérget. Itt van egy kis lehelejtni szünet, hogy megkérdezem te a bácsit, hogy... Igen. Lesz a folytatás a Napóleon filmben. Egri bikavért fogunk használni. Az a legjobb. Fingom sincs egyébként, mert én nem vagyok boros, szóval nem tudom, hogy jó-e. Mindjobb. Azt tudom, hogy magyar. Magyar, Hungária. Ó, micsoda. Ez csak jó lehet. Már mind az értelemben. Egyébként én hallottam rólad, hogy... Igen, rólad hallottam, hogy ki volt egyszer franciáknál. Igen, mikor? Kaptál egy francia nevet, ez igaz? Nem mondod. Az volt a neve tényleg, hogy Jacques Fosha Bolondos. Hogy hívják a francia ejtőernyőst? Le Poty. Le Poty. Hú, de rossz ez. Le Poty. Nem volt rossz? Jó volt. Nem akarom a serpenyővel együtt, mert ez a serpenyőben lévő kis zsiradék, meg ez a kis dolog, ez kell nekünk. Azt is levehetjük. Na. Még jó, hogy nincs egy füstérzék. Na várj, egy kicsit visszaveszem, lehet, hogy izé lesz szám. Most figyelj. Ho-ho! Igen. Le kell redukálni, hogy egy picikét ilyen sűrűbb legyen. Föl kell egyébként így izén így kapargatni ezt a lepirult igen. Húsos szaftot. Úgy de jó. Itt van az öntött vas kis küblink. Akkor most minden jó. Fölrakjuk maxra. Én most ezt a zsírszalonnát vettem, mint láttátok az aprításnál. Hát nyilván egyébként ebbe is sokkal másabb szalonnán. Van a franciáknak is egy ilyen saját. Mi nekünk mondjuk ilyen, ez nekünk a... Így. Igen, szóval mint ez a kolozsvári, nekik is van egy ilyen sajátos szalonnájuk, amire elkezdik ezt. De hát mondom, ez egy ilyen magyaros Miki bácsi, Teka bácsis jellegű kaja lesz. Teka bácsi, hozok kenyeret és jó étvágyat kívánok. Mehet bele a szalonka. Erre megy, a hús megy először, ez most fordítva lesz, mint a pörköltnél. Bár nem tudom, egyébként a pörkölt alap is minden háznál más. Hús megy bele, utána megy a hagyma bele. No. Ezen átforgatjuk, fölöntjük borral. Benne hagyjuk szerinted a szalonnát, vagy kivegyük? Szerintem ezt vegyük ki. Vegyük ki? Nem? Mehet bele a nagy, jó nagy darabokra vágott húsi. Vissza ebbe a jó kis szalonnás zsírba. Ó! Oh. Jó hangos! Igen. Tudom, mit kell most hozzáadni? Mit? Hozzáadunk, amit nem is mondtam, egy kis paradicsompürét. Jó. Ezzel át kell szintén pirítani, ja, meg hagymát, figyelj! Mehet a hagyma. Mehet a hagyma. Igen. Elkeverni. És erre, figyelj, erre egy jó kis paradicsompürét rázúdítunk. Így, és akkor ezzel jól át kell pirítani az egészet. De jó illata van, érzed? Ó, nagyon jó. Isteni.
Hagyjuk rottyolni egyet. Vissza. Mindjárt erre fölöntjük a bort, majd bekapcsoljuk itt a tekabály háta mögött lévő sütőt. Igen. Megpróbáljuk bevizemelni, mert sose volt bekapcsolva. Hoppa, ki ne, Bori, segítsek. Micsoda, bocsánat a kérdésért. Mehetünk. Mehet, borítsad, persze, borítsad bele egészet, úgy, hogy van. Azaz, új, de jó. Ez az. Innentől ugye elkezd főni. Új, de jó. Ú, már most még jól néz ki. Kicsit megbolygatod, légy szíves? Meg hát. Kavarintyommal? Megbolondítom ezt. Ahogy a Bandi mondja, kavarintyom. Kavarintyom. Bandi, jól csinálom. Jól csinálja, Bandi bácsi. Ugye? Mindjárt egyébként fogjuk az egész öntött vas lábast, úgy, ahogy van. Megyetik. És bedobjuk ide. Aha. Kicsit hagyjuk, hadd forró, hadd melegedjen be. Azt még le lehetett volna törölgetni kicsit, de hát... Jó ez. Ez van. Jó. Ez van egy kicsit használt szegény gépezet. Ennyi. Ez egy sütő. Kész. Süt. Nagyon fontos mozzanat következik. A fűszerezés, amihez én most magam leveszem ezt a fedőt. Úristen, akkor ízé lesz itt. Gőzfürdő lesz. Amúgy tényleg mindjárt veszem én is a pulcsit, mert rendes ízé van, mert meleg van itt azért. Na, kicsit megsózzuk. Mehet egy kis bors. Én raknék bele amúgy csilit is, de hát azért az már nagyon elütne az eredetitől, úgyhogy... Tényleg, maradjuk le. Bazsalikom. Nyomjad. Jó. Megszaladjon. Oké, meg is kicsit. Bazsalikom, egy kis rozmaring is megy bele. Rozmaring. Igen. És hát egy jó kis füstölt piros paprika. Szerintem az ártani nem árt neki. Nem kell nagyon, mert ugye ez nem pörkölt. Amúgy durva, hogy ízétől a... Tudod, hogy a bor mennyire így megbolondítja, mi? Igen. Mint az embereket, ugyanúgy. Hát, mondasz valamit, igen. És akkor mehet bele ez a cuccos dolog. Így királyul. Így. Szóval mondtuk, hogy még addig nem tétlenkedünk, amíg az alap az ott rotyog, hanem megy bele a gomba, ami nem úgy egyszerűen fog belemenni, hanem előre pirítva fog belemenni. Viszont ezt föl kéne vágni tekabá, hogyha megmutatom, hogy mire gondoltam. Jó. Rajta hagyjuk ezt is, mindent rajta hagyjuk. Így nézd. Ennyi. Kész. Ennyi. Ja, meg majd ezért is ki kell főzni a tésztát. Tésztát, igen. Mondod, azt is ki kell főzni. Ennyi szárad, így mehet. Jön. Nézd, milyen tésztám van. Milyen? Ezt még egyébként 1000 éve vettem. Ez egy gurmé, hát ilyen sötét színű tészta. Én azt hittem, hogy csilis, ilyen. De nem. Sárgás. De, csípős. Olasz durum, szálas, száraz tészta durum, csilivel, paradicsommal és fokhagymával. Csípős. Szóval igen, amúgy elvileg krumplival kéne, az lenne az igazi, de... Szerintem most ez mindegy, nem? Jó lesz ez. Én is azt mondom. Jó lesz ki. Ott hagyjon meg. Éhesek vagyunk, megesszük még a izéti terítőt is. Füstöl, látod? Füstöl, te kapálj, jósat dob rá! És akkor ezzel is csak... Megkeneljük. Pont az a lényeg, azért kell legyen nagy hőfokon hirtelen. Nem szeretnénk, hogy kiengedje a levét, mert gomba az nagyon vizes, tudod. Igen. És pont az lesz az a lényeg, hogy ne engedje ki a vizet, hanem piruljon. Jó, piruljon, egy barnára. Így van. Vajon valami jó fánk receptet? Van. Hogy nyitni nyílmény? Csináljunk fánkot, hogy mennyit bírok megenni, hány fánkot? Igen. Figyelj, az nem kell ide, de ez szalagos, vagy az amerikai, ez a lyukas közepű? Lyukacsos. Lyukacsos? Így ekkora. Abba mennyit tudnál megenni? Hát csak az. Persze. Mondom. Tuti nem. Abból lehet. 10 biztos. Nem, tuti nem eszel meg. Mi? Abból nem 10, sima. Csináljuk meg. No. Kérlek egy vágversenyre, nincs ez hozzá. Na, de ne vagy. Az nem gondoltad át tekabáron. Nem gondoltad ezt át szerintem. Teszik, hogy nézzük, hogy nekvált is el. Tényleg, most tényleg kívsz, engem kívsz. Négy éjjönnek, hallod, egy fákos. Jó. Na. Mehet. Egy farsangi fánk challenge, tekabátyó. Így van. Te azt mondod, hogy 10-et megeszel. Meg. Én azt mondom, hogy 15-öt. Hát, nem tudom. De én 15-öt. De te. Hát az lehet. Te 10-et megeszel? Biztos. Hámbor. Én 20-at. Na látjátok, látjátok, hogy milyen? Ezt keressük, ezt a szint. Igen. Jó, ilyen pirult. Utolsó, az már az utolsó fázis, akkor még onnan egy fél óra, max. Egy óra, nem tudom pontosan. Jövünk vissza. Meglátjuk, hogy öntött vasba hossul, mert szerintem azért ebből elég gyorsan készül. Ember sok, hamar megleszed. Szerintem azt nem mutatjuk meg, nem most azt, hogy kifőzünk egy tésztát. Max ilyen vágóképeket mutatok majd a tészta főzésről. És mint látjátok, nem vicceltünk, tényleg kifőztük a tésztát.
Szevasztok, feledkőztem pólóra, mert meg kell mutatni, hogy milyen a style. Hú, be is izé párásodott, mi? Nézzük meg, hogy hogy áll körülbelül. Hát most már azért így több mint egy órája benn van a sütőbe. Nézzük meg, hogy hogyan állnak a marhuskák. Te kabácsi, mint operatőr, vigyázz, most nagyon gőz lesz. Elrengedem a gőzt. Na nézzük meg, hogy látszik valami. Mi adok egy kis fényt. Aha. Alakulunk. Jó lesz. Én erre nem is rakok egyébként semmi folyadékot, így megy vissza. Egy órát még hagyjuk a sütőbe, hogy összerottyanjon, aztán utána következő kivételé belerakjuk a... Megint elfelejtette onnan, répát! Répát, meg a gombát, zöldségeket nem ismerem, ne haragudjatok, és a póréhagymát berakom, és akkor átforgatjuk. De jó kaja lesz ezt a kabácsim, alig várom. Úgyhogy most fedjük le. Hágyesz, bugyesz. Lassan 2 órája benn van a sütőbe. A cucc, úgyhogy megnézzük, hogy hogyan állunk. Hogyan állunk marha ügyileg. Na mi van? Ez az így. Hallani? Na, nézzünk bele. Te kabá. Nézzünk bele, így van. Az igen. Már itt minőségi változást észlelek. De jó, oda nézd, milyen izé. Már lejött a csont, látod? Igen. Na jó, akkor most lesz az szerintem. Igen. Aha, jó. Most már ez nagyon jó puha lesz. Hogy belerakjuk a többi alkatrészt, mehet bele a répa gomba. Répa gomba. És megy bele még egy kis, hát egy ilyen, ennyi maradt, mert közben elcsipegettem, amíg vártunk egyébként. Milyen hagyma ez? Póréhagyma. Ezzel egyet átkeverjük, még felöntjük vízzel, annyira, hogy épp, hogy ellepje, és vissza a sütőbe szerintem még durván egy órára. Meglátjuk, így csekkolgatjuk, hogy hogyan állunk. Hát srácok, kicsit alábecsültük ezt a kaját, mert... Hát meddig főtte? Jó pár órát egyébként benn volt a sütőbe. De végre kész van, az a lényeg, úgyhogy nézzük is meg, kicsit hagytuk pihenni, hagytuk hűlni. Úgyhogy, ez meg jó forró. Úgyhogy most már kihűl, már nem már forró, mint az állat. Aztana, ez, hát kicsit talán, nem, én mondjuk ilyen sűrűleivel szeretem. Na akkor tálaljuk ki. Tészta, kész van, látjátok itt a tészta, te kabácsi, mutasd meg. Az operatőr, fő operatőr. Így, középre rakom így a dolgokat, oda né. És ez elvileg tök puha minden. Hú, és voilà! Kicsit fenszizek, tudod? Kis répa, tudod, jó, oda, úgy a répa. Ide is még egy répa. Kitálom csodálatosan, gyönyörűségesen. Életem első burgundi marhája. Hát én már belenyaltam, meg beleillatoztam, és ez csodálatos, higgyétek el! Emlékszem, hogy mi a neve? Mondd ki franciául. Burgundi! Hát nézzük meg, te kabácsi, azért itt én hoztam kést, mert azért vannak itt olyan darabok, amik lehet, hogy késsel kell vágni. Nem tudom, elég nagyok ezek a húsdarabkák. És igen, mi tésztával eszünk azért, mert tényleg elmondtuk már, hogy ez volt a legpraktikusabb, de egyébként tényleg krumplipürével elvileg az igazi, tehát autentikus. Kivételjeti, nem? Szerintem az nem mindegy a köret, nem? Most nem a köret a lényeg. Nem. De így megkóstolom így a... húst, gombát, kis húsit is. Nagyon puha. De hús? Hús a szádba úgy szét lehet rágni, mint az... Igen. Oldalasról, a csontról lejött a hús. Nagyon puha. Jó, igaziból tudod, nincs benne oldalas amúgy. De szerintem mindenki az abban, amit akar. Ez a csilis tésztával kimondottam marha jó. Igen. Répa, milyen vajpuha érzed. Nyelvvel szét lehet nyomni a répát.
Hát figyelj, én azt nem mondom, hogy jobb, mint megérte a marhapörkölt, de szerintem néha-néha beiktatok egy ilyet is a marhapörkölt mellé. Olaszok szokták a spagettit úgy, hogy kanálra rá, és akkor így föltekerik. És a kanálon, látod? Én nem tudom, írjátok meg, hogy mit rontottunk el, vagy mit nem. Amit én kicsit sajnálok, hogy egész fokhagymát nem raktunk be, csak granulátumot. Én, igen. Hát én őrölt fokhagymát. Jó lett volna egész, ugye jó erősebb íze van annak. Annyira durva, hogy belezel egy féltéglányi hús a szádba, és szétomlik. Igen. Ugye én 3 órát csacoltam, hát az inkább lett 5-6. Igen. De ugye ez a, egyébként a hús sem mindegy, hogy nyilván milyen alapanyagból dolgozol. Nem is baj, mert ugye minél többször öntöd föl újra, és ugye redukálod le a szaftot, az annál finomabb lesz. És tényleg egyébként higgyétek. Hát igen. Így van. Most már francia konyháról nem csak a csiga fog eszembe. Igen. Egyébként láttam a receptet, aki nem rakják sütőbe, hanem egész végig csak, csak gázati tűzhelyen. Tűzhelyen, igen. Ez adok egy vizes nyújtan. Én is adnék. Kapásbúra. Van. Étteremben. Szemrebben is nélkül oda menném adni bárkinek. Ez lehet is. Ez nyugodtan. Bárkinek oda adnám, annyira király lett. Azt a izéből, a séfek-séféből meg kidobtak, látod? Ja. Mekkora tehetséget pazaroltak igen, el. Igen. Szégyeljék magukat. Na hát igazából ez lett volna ez a mai kaja. Jó, nagyon jó volt, igen. Hát egy kicsit gurméskodtunk, nem mindig van ilyen. Mert kicsit azért így legyen ilyen is. Új vizekre vesztünk, nemzetközi vizekre vesztünk. Mindig mást. Köszönjük, Gabácsi, hogy itt voltál. Én köszönöm, hogy mit értem. Csiliket kerestek, tudjátok, hol találjátok meg. Így van. A legkomolyabb csiliket. Ha pedig nem kerestek csilit, akkor... Akkor is keresjétek. Akkor is rendeljetek. Szerintem egyébként a sima mezei autentikus magyar marhapörkölt az ugyanennyire király tud lenni. Viszont most ez így jól esett, kicsit újdonság, és tényleg ez is kegyetlen jó. Nem tudnám. Jó, el tudnád dönteni, melyik jobb? Nem. Marhapörkölt vagy ez? Nem, más, mert ugye ez egy ragú. Ez is más ízek. A marhapörkölt az egy kicsit egyszerűbb, ebben kicsit több minden van. Több minden van, és többet kell dolgozni, elkészülni. Igen, ez egy kicsit időigényesebb, elő kell készülni, mindent felapró, stb. Pörkölt az egyszerűbb, gyorsabban megvan. Hát, én nem tudok dönteni, mind a kettőt imádom. Ezt is imádtam, meg a pörkölt, ez meg egyik kedvencem a marhapörkölt, úgyhogy... Így van. Én azt mondom, hogy nálam így a skálán ez ugyanott van, egy kicsit más, kicsit bonyodalmasabb, de... Igen, mondjuk, ha vendégeket akarnék lenyűgözni, akkor lehet inkább ezt csinálnám, tudod. Igen. Mert ez azért egy kicsit ilyen fancy-nek tűnik. Igen. A vendége lenyűgözése, ezt mondja, ebben a legjobb. Hát téged lenyűgöztelek. Igen, ne. El van ájúva, te kabácsi. Ugye eldősz, tudod, így kidősz a képből. Igen. Na tényleg köszönöm, hogy itt voltatok. Linkek a leírásban. Gyertek legközelebb is. Sziasztok, minden jót mondom. Akár tippeket is adhatok, miket próbáljunk ki. Ilyen. Különböző országoknak, nemzeteknek az ételeit. Ha van ötletetek, és meg tudjuk valósítani, akkor megpróbáljuk. Megcsinálni. Bizony. Na szavaztok, hello! Sziasztok! Ide bement a marha. Most már itt van, megyek edzeni. Megyek le, istolom. Úristen! Meg is harapok mindenki. Úgy lesz, bokára megyek, hallod? Teremben mindenki bokára harapok.